Sziasztok! A Mozgástér mai részében egy kevésbé ismert sporttal, a floorballal fogunk megismerkedni. Tartsatok velünk! A csapat több edzésére is kilátogattam, hogy teljesebb képet kapjak erről a kevésbé ismert sportágról. A floorball egy jégkoronghoz hasonló labdajáték, melyet a 80-as években találtak ki Svédországban. Minden csapat 5 mezőnyjátékosból és egy kapusból áll. A mezőnyjátékosok a hokiütőhöz hasonló könnyű szerkezetű karbonszálas ütőkkel rendelkeznek. A kapusnak nincs ütője, sisakot, nagyméretű mell, tért, illetve lábszárvédőket és speciális védőkesztyűt visel. A játékot egy műanyagból készült, kemény, lyukacsos labdával játszák. A játékteret általában kézilabdapályán állítják föl. Grigorov Gergővel, a szakosztály vezetőivel beszélgettem a csapat indulásáról és a sport jellegzetességeiről. Hogyan indult, hogyan jött a kapcsolat az egyetemmel, az EHÖK Sport Egyesülettel, erről tudnál mesélni? Az EHÖK-höz most csatlakoztunk a február-március környékén, ilyen kitörési pontnak nagyon jónak bizonyult, és bizonyul is. Nagyon sokban támogatnak minket, nekik köszönhetjük az edzéseinket, felszerelést, és indulhatunk egy ligában is, ahol meg tudjuk mérni a csapatnak a tudását más ellenfelekkel is. Milyen képességek szükségeltetnek ahhoz, hogy valaki magas színvonalon megtanulja ezt a sportágat? Mindenben segítünk azoknak a srácoknak, akik el akarják sajátítani valamilyen szinten ezt a sportot. Labdaérzékkel hozzá, illetve csapatszellem. Ez a kettő nagyon fontos. Megkérdeztem két csapattagot is, hogyan kerültek kapcsolatba ezzel a játékkal, mi ragadta meg őket benne, és milyen potenciák szükségesek ahhoz, hogy valakiből jó játékos váljon. Mióta foglalkozol ebben a sportággal? Ezzel a sportággal már közelítőleg 10-12 éve foglalkozok. Általános iskolába kezdtem el, ott ismerkedtem meg vele, és azóta csinálom kisebb nőmegszakításokkal. Miért döntöttél ez a sport mellett? Mi tetszett meg benne? Igazából a labda, mindig is labdajátékokat szerettem játszani, és nem tetszett, hogy olyasmi, mint a jéghoki, de ahol felnőttem, ott nem volt jégcsarnok, ahhoz, hogy tudjak játszani, ezért maradt a floorba, de nem bántam meg abszolút, mert egy igazára meg sport. Elég sok sportot kipróbáltam, a iskolában még fociztam, kézlabdáztam, egy rövid ideig még atlétikáztam, utána a küzdősportok kezdtek el érdekelni, különféleket kipróbáltam, karatét, krav magát, kapoérát, és leginkább ezek a csapatsportok tetszenek, amikor össze kell játszani, és ezért próbáltam most ki ezt. Azok az egyetemisták közül, akik azon gondolkoznak, hogy milyen sportágat választanak, miért tudnád nekik ajánlani? Leginkább azért, hogy egy egyetemistának az a fontos, hogy olyan sportot találjon, ami viszonylag rövid idő alatt jól megmozgatja. Ez a sport erre tökéletes. Ez nem annyira népszerű még, de mindenképpen a mozgás kultúrája az remek. Nincs az, mint mondjuk a fociban, hogy valakinek csak a lábát erősíti benne, vagy igazából a tüdejét. Ebben karban is abszolút ott kell lenni, és fizikailag van testesteleni harc. Ez egy küzdősport gyakorlatilag amellett, hogy nagyon, nagyon gyors, nagyon technikás, de küzdeni kell benne. Gergő egy rögtönzött bemutatóval szemléltette, hogyan lehet irányítani a lövések erejét és irányát, én pedig jó nebulóhoz híven próbáltam figyelni. A lövéseknél hogyan irányítjátok, hogy mondjuk a felső kapufát találjátok el, és mikor az alsó, tehát a magasságát az ütésnek? Testtel szoktuk irányítani általában, cserénk csak ütőt, bocs. Jó. Tehát minél jobban beledől az ember, annál följebb viszi a labdát. Viszont, hogyha lapos lövést akar az ember, akkor nem kell bele annyira beleállni. Meg tudnád ilyen lassabban is mutatni, hogy... Ha. Ez a húzott lövés. Kettőfajta lövést különböztetünk meg. A húzott, amit az előbb lőttem, illetve a sima lövés. Az ez. Ha. Elméletileg ez a gyorsabb lövés. Ezzel lehet gyorsabb labdát ütni. Mm.
És akkor ez a helyzet adja, hogy mikor melyiket alkalmazza az igen, ember. Igen. Tehát, hogyha, meg hogy kinek melyik esik kézre jobban. Uh-huh. Én alapjában véve a húzottat szeretem, azzal kicsit pontosabb vagyok. Ez elég bonyolultnak tűnik, de szerintem megpróbálom én is akkor. Akkor a húzottnál egy kicsit így megtolja az ember? Vagy? Igen, így végig kell húzni így a... Aha, és akkor előtte így vezeti az ember. Úgy. Jó lesz akkor ez. Ezzel szemben a másik, az meg csak rögtön elcsapja. Hát lényegében annyi a különbség, hogy az ütőtollnak a végével irányítod a húzottnál, és a simánál, amit most fogunk lőni, ott pedig a teljes ütőt kihasználod, és azt húzod így végig a talajon. Aha, értem. Ez akkor így? Ez akkor így? Innen egészen hátulról indítod, így innen, és amikor így elkezd, innen kell elkezdeni lőni, így innen, és így fölfelé. Aha. Hoppá. Az lesz az. Ezután nem volt más hátra, én is beálltam játszani. A labdához ugyan nem sokszor értem, de a lelkesedésemmel nem volt probléma. Végső próbatételként magamra öltöttem a kapus felszerelését, és hálóőrként próbáltam bizonyítani. Ha valaki ezekben a hideg téli napokban egy izgalmas sportot keres, de nem akar a szabadban fagyoskodni, annak nyugodtan tudom ajánlani a floorbolt. Ha az itt látottak, felkeltették a ti érdeklődéseteket is, akkor jelentkezzetek az egyetem floorbolt csapatába. Legközelebb egy újabb sportágat mutatunk be, tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!